a Gasper Café Szimta vendége Győri Tamás. Szervusz Tamás, üdvözöllek! Szervusz Zsolt, és üdvözlök mindenkit, örülök, hogy itt lehetek. A Balatonneten futottunk össze, mit keresel te itt? Balatonneten? Hát most kísérője vagyok a feleségemnek, aki a Family magazinnak a főszerkesztője, és épp itt mögöttünk a sátorba egy beszélgetés folyik, amit ő vezet. Te a HMI-nek a vezetője vagy. Mi ez a szolgálat, ez az egység? A Hungarian Ministries International. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy sokan ismerhetik a hatásait ennek a missziós egyesületnek, aminek az egyik vezetője vagyok most. Magyarországon az egyik régebbi szolgálati ága volt az a Zákos Média Centrum, ami keresztény videófilmeket készített még annak idején, illetve a Veritas kiadó, amelyhez sok minden kapcsolódik, például a Károli Bibliának a teljes konkordanciája, illetve az újonnan revidált Károli Biblia, aminek sokféle kiadása van. A színes Biblia, igaz? A színes Biblia, így van. Ezzel kapcsolatban most nagyon nagy örömünk a Biblia kiadás területén, hogy a harmad kiadóval néhány évvel ezelőtt adtuk ki közösen a Magyarázatos Bibliát, aminek most készül éppen ezekben a pillanatokban is a harmadik kiadása a nyomdában, úgyhogy 6500 példány elkelt, és azt reméljük, hogy továbbra is sikeres lesz ez a kiadás, és azt gondolom, hogy ez sokakat megszólíthat. Ez a mi szolgálatunkban nagyon fontos. A Hungarian Ministries International-nak egy fontos szolgálat, hogy a magyarul beszélők között végzi a szolgálatát, és szeretnénk minél többeket elérni az evangéliummal. Ez szolgálja minden. Ez a minél többeket, ez mit jelent így számokban, ha lefordítom? Hát ahány magyarul beszélő van a világon. Tehát akkor 15 millió magyar szeretnétek megszólítani? Szeretnénk, hogyha 15 millió magyar hallana az Úr Jézusról, és elérne hozzájuk az evangéliumnak az örömüzenete. Hát ezért egy nagyon fontos része a Biblia kiadása szolgálatunknak, és a Biblia tanulmányozással kapcsolatos munkák. Például most dolgozunk a Magyarázatos Bibliának egy következő szintjén, tehát azok, akik azt már jól ismerik, és annak a tartalmával már teljesen azonosulni tudnak, az ESV Study Bible-nek a magyar kiadásán dolgozunk. Ez most a legnagyobb projektünk. Reménységünk szerint 2018 végén, vagy 2019 elején meg is jelenhet. A fordítással már készen vagyunk, most a szerkesztés folyik. Ez egy nagyon nagy munka, nem tudom mennyire ismerős ez a kiadvány, angol nyelvterületen jelenleg a magyarázatos bibliák között ez talán az egyik legjobb, ha nem a legjobb. Ha valakinek nem mond semmit, az, hogy ilyes akármi, akkor mitől különleges ez a kiadás? Attól különleges, 9 millió karakternyi olyan információt tartalmaz, ami segíti a Biblia mélyebb megértését. Ugye a Biblia értelmezésben egy nagyon, és az értésben is az, hogy olvassuk a Bibliát, és minél többet tanuljunk, egy prédikációban is ez nagyon fontos dolog, hogy összekösse az ókor világát a mai világát, ma világával. Az, hogy értsük teljesen helyesen Isten szavát, nagyon fontos a kontextust is megismernünk. És ezek a kiadványok ezt segíthetik, hogy meglegyen a kontextus. Ugyanúgy, ahogy a Magyarázatos Biblia is ezt tette, azzal a Bibliával az volt a célunk, hogy olyanokat érjünk el, akik még talán egyáltalán nem vették kezükbe a Bibliát, és egyáltalán nem ismerik, és egyfajta sztereotípiát, amit Istenről kialakítottak az emberek, hogy valaki őszöreg, aki nagyon messze van a mai világtól, azt szerettünk volna lerombolni, és azt szerettük volna bemutatni, hogy a Biblia az ma is olyan üzenettel rendelkezik, ami a mai embernek is nagyon-nagyon fontos üzenet. Tehát ez a bevezetés talán, az első lépcső. És ez, amin most dolgozunk, ami Magyarázatos Károli Biblia címen fog megjelenni, ez egy kicsit mélyebb, talán már lelkészeknek, teológusoknak is inkább szól, illetve olyanoknak, akik szeretnék mélyebben megismerni azt a világot, amiben megszólalt Isten igéje, hogy jól értsük azt, hogy az Istennek igéjének mi az üzenete, mert életformáló üzenet ez, és ezért nagyon fontos. Hát a Biblia kiadás területén még kiegészítő szolgálataink, akár a különböző applikációk, amivel ingyenessé szerettük volna tenni az evangéliumot, aztán a hangos Biblián is dolgozunk most, és hát van egy új szolgálati területünk is, amiben talán lesz közös munkánk veletek is, reméljük, hogy lesz ilyen, a Budapesti Kortárs Keresztény Intézet,
Tulajdonképpen ennek az intézetnek az a célja, hogy szeretnénk kapcsolópontot biztosítani a különböző nagyon jó kezdeményezések között. Nagyon fontosnak tartom, hogy Isten lelke látszik, hogy ebben az országban munkálkodik. Sok nagyon-nagyon jó dolog történik, de sokszor ezek egymástól távol lévő parazsak. És szeretnénk, hogyha ezek egymást tudnák erősíteni, melegíteni, és az evangéliumot tudna terjedni, mert nagyon nagy szükség van erre ebben az országban. Az előbb azt mondtad, hogy életformáló üzenet a Biblia. A te életedet hogyan formáltál? Te hogyan találkoztál az üzenettel? Igen. Én egy nagyon érdekes családban nőhettem fel, és Istennek ez egy különleges kegyelmem. Egyrészt az evangélikus egyházon belül én már a 10. generáció evangélikus lelkész vagyok. Van más diplomám is, de ez egy fontos örökség. De talán még fontosabb ennél az, hogy egy olyan családi közegben nőhettem föl, ahol például én nagyapám az EMUS egyházon belül az ébredés egyik elindítója volt a század elején, a 20. század elején. És hát aztán a gyerekkorom az lényegében a becsempészet, nyugatról becsempészet keresztény irodalomnak az egyik elosztó központja van telt, tehát a mi házunk volt, a szüleim háza volt egy ilyen lerakat. Úgyhogy egészen kiskoromtól kezdve találkoztam attól, hogy ez valami többet jelent. De a hit az olyan, hogy abban nem lehet beleszületni, és nem lehet így egyszerűen örökölni, vagy hát mint a genetikai vonásokat, hanem nagyon fontos dolog az embernek a saját döntése. És egy ifjúsági hét volt az, ahol az én életem is éppen a általános iskolát fejeztem be, amikor megváltozott. Amikor én is már nagyon láttam, hogy nagy a különbség, nagy a kontraszt azok között, akiknek személyes kapcsolatuk van az Úr Jézussal, és személyesen ismerik, és akiket átformált ez a személyes Istennek a személyes szava, aki hát ugye a megjelenő ige, a testélet ige az Úr Jézus. És nagyon szerettem volna, vágytam arra, hogy megtérjek, és elhatároztam, hogy meg fogok térni, de sehogyan sem sikerül. És amikor én magam föladtam ezt, akkor élt utol Isten kegyelme. Azt gondolom, hogy ebben az életformálásban, a Bibliával kapcsolatban ez a leglényegesebb dolog, hogy az ember találkozhat az élő Úrral. Ha megnézzük a Biblia történelmét, akkor erről szól, találkozások történelme. Isten találkozik emberekkel, és az emberek életét megformálja. És ez az, amire szükséges, hogy mindenki személyesen így találkozzon Istennel. Ez valami teljesen más. Ez nem az, amit megtanul az ember a hittanórán, vagy bemakol bizonyos vallási alapismereteket, hanem ez olyan, amikor kézzelfoghatóvá válik, hogy Isten személyes, és Isten személyesen megszólít, és ezzel kezdődik egy életformálás. És hát ugyanakkor ez nem csak egy egyszerű lezárt dolog, hanem ez valamikor elkezdődik, és az Isten igéje az nap mint nap formál. Mai napig egyébként én nagyon örülök neki, hogy a Magyarázatos Károli Bibliának a főszerkesztője lehetek, és hogy ezen dolgozhatok, mert a munkámnak ez a része, hogy mindig oda nem csak igehirdetésekre, amikor készül az ember, hanem a hétköznapokban, amikor ezen a fordításon dolgozunk és csiszoljuk, mindig az ember nagyon sokat kap, és ezen keresztül is formál. Mi van ebben az átformált életben, ebben az átformált szívben? Mi az, ami hajt téged most? Mi az, ami hajt engem? Hát azt gondolom, hogy a legfontosabb talán, ami az embert át tudja formálni, az Istennek a szeretete. És ez az, amit az embert mindig meghatja, hogy Isten mennyire szeret bennünket. És azt gondolom, hogy ez az a szeretet, ami annyira kulcsordul, és ami ragályos. És hogyha az ember Isten közelébe van, akkor ez képessé tesz arra, hogy másképp nézek emberekre, és másképp nézek a környezetemre, vagy akár a helyzetre is. És ilyen értelemben ez igaz, hogy ez valami sokkal több plusz tud nyújtani, mint bármi más. Itt nem egyszerűen egy kicsit jobb létről van szó, mert nem erre van szükségünk, hanem arra van szükségünk, hogy kapcsolatba kerüljünk Istennel, aki az élet forrása, aki maga a szeretet, és aki azt ígérte, hogy azok, aki személyes kapcsolatban vannak, azoknak az új teremtésben is része lesz. Isten nem javítgatni akarja ezt a megromlott teremtést, mert tudja, hogy nem lehet, hanem egy újat akar. És ez egy csodálatos örömüzenet, hogy ezt kívánja. Hogy mi van ebbe az új életbe? Az, hogy,
hogy tudhatom azt, hogy én ennek az új teremtésnek részese lehetek, és ahogy itt telik az idő, most már én is lassan öregszem, sok mindenen tapasztalom ezt, hogy már nagyon fiatalosan nézek ki, és sokan azt hiszik, hogy 20 éves vagyok, de most tettem 40 éves. Ne, ez nem lehet. És azt gondolom, hogy már az ember látja azt, tehát már a B-oldalt kezdtem meg. De mégis csodálatos dolog, hogy egy keresztény embernek nem életalkonya, hanem élethajnala van. Tehát ahogy megyünk ki, mi nekünk nem lefelé jár, hanem éppen jön az az idő, amikor részesei lehetünk az új teremtésnek. Ezt minden vasárnap ünnepeljük, mert Jézus feltámadásával újra kezdődött a hét. Az Ószövetségben a teremtés történet az nincs befejezve, mert nem olvassuk azt, hogy lett reggel és este a hetedik nap, hanem vége van a történetnek, mert folytatódik az első napon, amikor Jézus föltámad, és ez az új teremtésnek a része, és ez egy csodálatos dolog, hogy nekünk ebben részünk lehet, és én azt remélem, hogy minél több magyar embert is elérhet ez az üzenet. Ugye ez egy speciális dolog, hogy ebbe a kultúrkörbe magyarul tudok a legjobban, és ide születtem, és itt szolgálhatok magyar emberek között. Én azt remélem, hogy minél többeket el tud érni ez az evangélium. Szeretném, hogyha erősödne minden evangéliumi vonal és erő itt ebben az országban, mert ez valami teljesen más célt, lehetőséget, reménységet adhat ennek az országnak, ami azt gondolom, hogy nagyon szükséges itt minden korban, hát a mi korunkban is. Az én ügyetlen szerény eszközeimmel és a lehetőségeimmel, amit Istentől kaptam, azokat szeretném neki azt mondani, hogy jobban tudjam ezt elérni. Ha három mondatban meg kéne fogalmazod, hogy mi a te álmod, akkor mi ez az álmod? Mi az én álmom? Már mi mivel kapcsolatban? Sokféle álma lehet az ember. Sokféle álma lehet. Emeld ki a legfontosabbat. A legfontosabb álmom? Hát... Az egyik legfontosabb álmom, nyilván az embert nagyon fontos, hogy Isten bennünket közösségbe helyezze. És megpróbálom rövidíteni, hogy ne legyen olyan nagyon hosszú neked, de a közösségben nagyon fontos az, hogy egymás mellé helyez bennünket emberekkel. És akiket ismerek, azt szeretném, az az álmom, hogy minél többen ott legyenek Isten országában, az új teremtésnek részesei legyenek. Hát elsősorban persze a gyermekeim, a szeretteim, és aztán a barátaim, és hogy ne csak itt csináljuk jó filmet, és ne csak itt végezzétek ezt szolgálatot, hanem ott együtt tudjuk majd a bárány dicsérni, akár veled együtt.